Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Mint arról már korábban beszámoltunk, egy balatonlellei edzőtáborba utazott el a Dunaújvárosi Vasastánc együttes közössége. Az együttes tagjai számára a közös munka és a felkészülés volt az elsődleges cél. Ezek a felvételek a Dunaújvárosi Vasastánc együttes balatonlellei edzőtáborában készültek, ahol a táncosok nagy erőkkel készültek az idei évben esedékes fellépéseikre. A szakmai munka mellett természetesen volt idő a szórakozásra is, illetve a tagok nagy hangsúlyt fektettek a közösségépítő programok lebonyolítására. A táncosok azóta visszatértek Dunaújvárosba, Nevezi Botonddal beszélgettünk a tábori élményekről. Nagyon jól éreztük magunkat. Egy teljes napunk úgy nézett ki, hogy reggel volt reggeli, azt a nagyobb lányok, illetve az ifjúsági csoportban lévő lányok felváltva készítették nekünk. Utána megreggeliztünk, utána még nagyjából egy órányi pihenőidő volt, és utána megkezdődött a reggeli próba, ami nagyjából úgy épült föl, hogy volt egy másfél órás bemelegítés per erősítés, ilyen tréningszerű, utána meg még másfél órányi tánc, az új koreográfiához való lépéseket tanuljuk. Utána jött egy nagyobb szünet, elmentünk ebéden, illetve volt egy kis szabad foglalkozás, aki strandolni szeretett volna, strandolni ment, aki játszani, illetve volt, aki lefeküdt egy picit aludni, szóval egy teljes mértékben szabad tevékenység volt. Utána délután volt még egy hasonló próbánk, az már talán egy kicsivel rövidebb volt, de az is teljes mértékben kemény munka volt. Közrejátszott azért a meleg, hála Isten nem volt olyan meleg, mint az elmúlt időszakokban, de azért egy teremben mégiscsak bent volt majdnem 30 ember, azért kellő mértékben meleg volt. Utána este is szabad programok voltak, illetve volt olyan este, amikor megbeszéltük, hogy az egész csapat abban a teremben, ahol a próbák zajlottak, összegyűlt mindenki, kicsik, nagyok, és nagy közös játékokat tartottunk, amivel jobban megismerjük egymást, illetve ami összehozza a csapatot, és az este hátralévő részében teljes mértékben szabad foglalkozás volt. Lehetett pingpongozni, illetve ilyen-olyan társasjátékok voltak nálunk, amikvel el lehetett ütni az időt a takarodóig. Bár előzetesen rendkívül kemény munkára készültek, a táncos szerint azért mindenképpen vállalhatók és hasznosak voltak a próbák. Mivel minden próba után volt kellő szabadidőnk, aki akart, az pihent egyértelműen, szóval ki tudta magát pihenni az ember, de úgy gondolom, hogy mégsem volt olyan nagyon keményen intenzív, hogy utána egyáltalán ne tudjunk megmozdulni. Kellően intenzívek voltak az, hogy elfáradjunk, de ne úgy, hogy teljesen kikészüljünk. Nem mondanám zsarnoknak, teljes mértékben normálisan viselkedett velünk, mindent elmondott nekünk, ha jól csináltunk valamit, ha rosszul csináltunk valamit, mindenről felvilágosított minket. Volt olyan, hogy éppen el kell látni minket, mert valami nem olyat csinálunk, ami neki tetszett, de ha meg valamit jól csináltunk, arra is megmondta az őszinte véleményét, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. Elégedetten értékelte a tábor tapasztalatait Franyó Ivett is. Azt mondta, hatalmas élmény volt, hogy a két csoport igazi közösségként szórakozott együtt, és ez az összehangolódás érezhető volt a közös táncok alkalmával is. Első nap, mikor odaértünk, akkor lementünk strandolni a Balatonra, és nagyon jó volt, mert nagyon jó volt a víz, meg akkor is együtt volt a két csapat, ugye. Aztán általában próbák után mindig a Balatonba kötött ki mind a kettő csapat kis hűsítőként, utolsó nap pedig egy szalonnasütéssel próbáltuk még jobban összekovácsolni a kettő csapatot, aminek szerintem nagyon jó sikere lett. Már úgy együtt voltunk, együtt nevettünk, előtte együtt röplabdáztunk, igazi meccsek folytak ott közöttünk, meg fociztak a fiók, úgyhogy szerintem sikerült egybehozni a két csapatot, és ez látszódott a táncon is, mert úgy sokkal jobban, boldogabban táncoltunk egymással. A táborból hazatérve elégedetten nyilatkozott Szőke Genovéva is, az együttes koordinátora. Azt mondta, nagy munka volt abban, hogy két ilyen eltérő korú táncosokból álló csapatot még jobban összehozzanak, ám úgy érzi, ez sikerült is. Mind egyénileg, mind pedig közösen kiválóan teljesítettek a fiatalok. Az első nap, amikor leértünk, akkor egyből egy kis összekovácsolódással kezdtünk, hogy lementünk a Balaton vagy a partra egy kicsit fürdeni, aztán utána egyből próba volt, ahol a bemelegítés az egy kemény dolog nálunk most, és az egyik táncosunk tartotta, ahol az utánpótlás és a nagy együttes együtt szerepelt. Aztán szétment a két csapat, a nagy együttessel régi koreográfiákat elővettünk, hogy egy kicsit felelevenítsük, az utánpótlás csoport pedig ilyen kis
fejlesztő technikákat vett át, lépéseket gyakoroltak, tapsoltak hozzá, össze kell hangolni a kezüket, a lábukat, tudod, hogyha más tapsol, mint amit a lábával lép, az nehéz nekik még, és akkor ezeket próbálgattuk összehangolni, hogy sikerül-e vagy nem. Aztán másnap már rendesen délelőtt-délután próba, a nagy együttes, illetve az utánpótlás csoport együtt, ahol egy kicsit látszott a gyerekeken, hogy meg vannak ijedve, hogy a nagy együttessel úristen, eleve az, hogy nagyok, meg úristen, nehéz az, amit tanulni fogunk, de aztán a végére én azt vettem észre, hogy, elkezdték élvezni, és nem volt, elmúlt az a nagy ijegység, inkább ezt mondom, és élvezték a végére. Aztán mire eljutottunk a harmadik nap végére, a nagy együttes, és nekem ez egy kicsit úgy megcsavarta a szívemet, hogy a nagy együttes mondta a gyerekeknek, hogy büszkék vagyunk rátok, hogy ezt végig tudtátok velünk így csinálni, hiszen nem az volt, hogy a kicsik együtt táncoltak, meg a nagyok együtt táncoltak, hanem a kicsik is mentek és táncoltak a nagyokkal, a kisfiú is megfogta a nagylányt, vagy a nagylány megfogta a kisfiút, és nagyon, nagyon jól összehangolódott, én azt vettem észre a két csoport. Az utánpótlás csoportunk sajnos egy ilyen nagyon nagy korosztály különbségekkel van teli, hiszen alsóstól a középiskolásig mindenki van. A nagy együttesünkben meg most már majdnem mindenki egyetemista vagy főiskolás, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz őket összehangolni, de ezért is voltak például esténként, mindig játszottunk csapatépítő játékokat, hogy meg kellett ölelni a másikat a zene végére, és akkor így azt vettük észre, hogy így mindenki ráhangolódott a másikra, és így szerettek együtt lenni. Szőke Genovéva azt mondta, a tábor jó alapot adott ahhoz, hogy a nyár végétől elkezdődhessen az új közös koreográfia kidolgozása és megtanulása. Ezzel már természetesen a novemberi nagy volumenű műsorukra készülnek. Igazából nem is koreográfia készült, hanem most még csak táncanyagot tanultunk. Ez Szatmárból, Tyukodról fog készülni egy koreográfia. Most elkezdtük az anyagot megtanulni, hiszen a gyerekek még nem táncoltak ilyet, tehát nekik eleve az, hogy ilyen páros tánc, ilyen különleges lépések, nehéz lépések voltak, és nekik ezt el kell egyelőre sajátítani, és akkor augusztusban, ugye mi már visszajövünk próbálni, így augusztusban elkezdődik a két csapat összeépítése, ami ez azt jelenti, hogy a próbákon is már együtt leszünk, és akkor elkezdődik a koreográfia összeállítása, mert november 26-án ugye a jubileumi műsorunkra késznek kell, hogy legyen. Én nagyon szeretek a Micsivel együtt dolgozni, hiszen már nagyon-nagyon régóta ismerjük ugye egymást, és én dolgoztam már úgy vele, hogy ő volt az én tanárom, és én őtől tanultam, és nekem ezért nagyon könnyű vele. Tehát, hogy ismerjük egymást, egymásra nézünk, és tudjuk, hogy a másik mire gondol, vagy mit fog mondani. Ráadásul én nagyon hiszek ebben, neki is ugyanaz a horoszkópja, mint az enyém, és tényleg ez a háttal állunk egymásnak, és ugyanazt mondjuk egyszerre. Úgyhogy nagyon egyformák vagyunk ilyen szempontból. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes tagjai tehát rendkívül hasznos és kiváló hangulatú edzőtábort bonyolítottak le Balatonlellén. Mind a fiatal, mind pedig az idősebb táncosok beszámolói szerint egy még inkább szoros kötelék alakult ki így az együttes tagjai közt. Nagy volumenű rendezvénynek adott otthont a Munkásművelődési Központ szabadtéri színháztere. A Moravec produkció az Örök Szerelem című nagy színházi előadást hozta el a helyi közönségnek Fodor Zsóka és Várkonyi András színművészek közreműködésével. Baucis és Filemon történetének adaptációját tekinthették meg a látogatók a Munkásművelődési Központ szabadtéri színpadán. A Moravec produkció gondozásában készült darab az Örök Szerelem címet kapta, és ahogy arra a cím is utal, az alkotás többek között azt a kérdést feszegeti, hogy létezik-e örök szerelem. Ezt a témát dolgozta fel Moravec Levente író, rendező. Alkotása egy amolyan folytatása annak, ahol az eredeti történet véget ér. A görög rege szerint Baucis és Filemon azt kérték az istenektől, hogy ne kelljen végignézniük egymás halálát, így fákká változtak. A szerelmes pár életébe ezt követően kapcsolódik be a néző. A Baucis és Filemon történet az egy régi görög rege, mely szerint amikor valamikor még az istenek leleruccantak a földre, akkor Zeus és Hermész meglátogatta a földi halandókat, és bárhova bekopogtak, mindenen elutasították őket, nem így tett Baucis és Filemon, akik már nagyon szerényen élték napjaikat, de tisztességgel megvendégelték a két vándort, éjszakára szállást adtak nekik, és amikor másnap reggel a két vándor felfedte igazi kilétét, és megkérdezték, hogy mit kívánnak cserébe, akkor Filemon apó azt mondta, hogy nem szeretné végignézni a felesége halálát.
Úgyhogy egy kérésük van, ha eljön az a bizonyos vég pillanata, akkor egyszerre érje őket a halál. És így is lett, de ezt az istenek úgy oldották meg, hogy amikor elérkezett az emberi lét vége, akkor egyszer csak leveleket vettek észre egymáson, a törzsükből fatörzs lett, a karjaikból faág, és a lábuk szépen gyökeret eresztett, és több ezer éve élnek így egymás mellett, Baucis és Filemon. Ennyi a rege. Innentől jött a tovább gondolás, hogy vajon ilyen nagy szerelem, amelyik nem szeretné végignézni párja halálát, hány évet bír ki? Mert ugye több ezer éve állnak egymás mellett, és kibírható-e az örök szerelemmel? És hát egy picit elindul, hogy hát bizony nem igazán, mert már picit unják egymást. Ez a vígjátékvonal. Baucis, az anyu, mindent elkövet és piszkálja a párját, hogy kimozdítsa a flegma magabiztosságából, abból a tudatból, hogy ő egy jelkép, és neki mindennel úgy kell viselkedni, és megtalálja azokat a pici pontokat, amivel megkeserítheti a párja életét. Ez a humorvonal végig a darabban, miközben megjelennek különböző figurák, a harkály, kutya, megjelenik egy szerelmes pár, kísértetiesen, a fiatal szerelmes pár, kísértetiesen úgy viselkednek, mint ahogy ők viselkedtek valamikor régen. Jön egy festő, aki képet fest róluk. Tehát körülbelül így ilyen szereplők érkeznek egymás után, és utána jön a szomorú fordulat, amikor kiderül, hogy egy autópálya készül azon a helyen, és az egyiküket ki fogják vágni. És akkor kiderül, hogy ha már csak egy fa van, az nem tud tovább élni a másik nélkül. Hiába piszkálódtak, hiába haragudtak egymásra, hiába viccelődtek, tréfálódtak, szúrtak ki egymással, de egyedül nem megy tovább. Tehát az örök szerelem az több ezer évet is át tud ölelni. Az eredeti alkotás adaptációja az alkotó szerint rendkívül jól sikerült, amelyhez jelentős mértékben hozzájárult Fodor Zsóka és Várkonyi András párosa, valamint hat olyan kiváló színművész, akik közreműködésével egy csodálatos produkciót tekinthettek meg az érdeklődők. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Fodor Zsókával már nem az első közös produkciónk. Várkonyi Andrással most találkoztam először. A próba folyamat alatt elég sokat nevettem azon, hogy a civil beszédben az egymással, tehát a két színész egymással való kontaktálásában legalább annyi humor volt, mint amennyit én írtam a darabba. Mondtam, hogy lehet, hogy ezt a darabot nem kellett volna megírni, csak fölküldeni őket a színpadra, azt beszélgessenek egy kicsit, tehát folyamatosan oda-oda szúrtak egymásnak, de egy vígkedélyű, jó, nagyon jó hangulatú próba volt. Ehhez társulhat olyan fiatal színművész, akik nem mondom, hogy most vannak először színpadon, hiszen több darabban játszottak volna olyan kolléganőnk, akivel színészként én is léptem föl együtt színpadon, előadásban, és úgy gondoltuk, feleségemmel, aki a darabnak a producere, meghirdettünk egy castingot. Nagyon nehéz volt a választás, mert nagyon sok kitűnő fiatal színész jött, és az volt a vágyunk, hogy lehetőséget adjunk fiataloknak, hogy a két nagyágyú farvizén őket is megismerje a közönség. A történet egy olyan színészpárost kívánt, akik között a kémia megalapozza a darab sikerességét. A szerelmes párt Fodor Zsóka és Várkonyi András színművészek játszották el, és elmondásuk szerint a kettőjük közti kiváló kapcsolat jelentős mértékben hozzájárult az előadás megszületéséhez. Éppen egy másik darabot próbáltam, amikor a Levente felhívott, és nehéz helyzetben voltam, éppen egy elég nehéz darabot próbáltam, és mondom, hú, akkor még nehezebben, még nagyobb teher lesz rajtam, azért megtanulni elég sok szöveg, de nagyon aranyos darab, nagyon örülök neki, hogy elvállaltam, és szerintem valahogy egész jól ki is hoztuk, amit kellett ebből a darabból. Nagyon szeretem ezt a darabot, lehet benne mókázni is egy kicsit, ugyanakkor vannak drámai mozzanatok is benne, tehát nagyon sokféle szint ki lehet próbálni, és ki is próbáljuk. Nagy mértékben ezért is választottak bennünket ehhez a darabhoz. Tulajdonképpen rajtunk múlt, hogy ez így összejött.
mert köztünk is mindig van egy kis évődés, kis játék, néha ugye küldjük egymást ide-oda, aztán jókat nevetünk rajta, tehát ez gyakorlatilag szinte mintha a darabot játszanánk el. A bemutatót megelőzően Fodor Zsóka is megosztotta a gondolatait a darabbal kapcsolatban. Emellett szintén kiemelte a kettőjük közti, hosszú évtizedekre visszanyúló munkakapcsolat előnyeit, mulatságos részleteit is. Ez egy görög monda alapján készült. Moravec Levente írta és rendezte, és rendkívül kedves, szarkasztikus darab, zenével fűszerezve, hogy az a bizonyos nagy szerelem, meg az a az összetartozó házasság, és az a kérdés minden házasságban, hogy ez a nagy szerelem, ami elhangzik a két igen után, meddig tart, és több ezer év után hogy is néz ez ki. Mi valahogy úgy összenőttünk 1972 vagy 73 óta, ez egy örök vita közöttünk, de valószínűleg neki van igaza, mert ő tudja igazolni, hogy mióta. Ez az évődés pedig azt hiszem tartja a mi barátságunkat. A szerelem az örök valóban. Ezek szerint 3000 év múlva is, még akkor is, ha cívódnak, akkor is, hogyha bántják egymást szőrmentén, de ez így van jól. És az a jó, hogy az a darab végső kicsengése, hogy ez a két ember, ez valóban összetartozik. És nem akarok másik sorozatcímet mondani, de minden esetben együtt maradnak, együtt vannak, és az az édes ebben a darabban, hogy zenés, és a két fa alatt olyan édes dolgok történnek, amit mi végignézünk, úgyhogy ettől roppant nézhető és szerethető ez a darab. A Moravec produkció előadásában készült Örök Szerelem című darab hatalmas sikert aratott a nézők körében. A Munkásművelődési Központ nyári programjait az intézmény hivatalos és közösségi oldalán tekinthetik meg a leendő látogatók. Településünkhöz számos érdekes személy és országosan is elismert zenész kötődik. A 68 éves Liszkai Lukács is egyik az említetteknek. Az egykori pedagógus, műszaki szakember ma már teljes mértékben a zenének szentelheti a mindennapjait. A vele készült portrén következik. Kisméretű, ám annál felszereltebb stúdiójában fogadta stábunkat Liszkai Lukács. A zenész egy különleges projektbe vágott bele a közelmúltban, amely elsősorban a retrobulik műfajának újbóli megalkotását jelenti. A zenéhez köthető kapcsolata már egészen fiatal korában elkezdődött, amikor beleszeretett a basszusgitárba és a billentyűkbe, ám ekkor még csak hobbi szinten zenélt. A hétköznapokon pedagógusként tevékenykedett a Bánki Donát Technikumban, ahol többek között hálózati ismereteket tanított a fiataloknak. Munkából hazatérve azonban folyamatosan próbált, hétvégente pedig következhettek a fellépések. Azt mondta, a munka mellett rendkívül nehéz volt összeegyeztetni a próbákat és a fellépéseket. Zenész vagyok, de nem hivatásos zenész. Nagy zenekedvelő, és hát tanítottam a Bánkiban, meg rendszergazda is voltam, de most már elértem azt a kort, hogy most már ezt nem kell csinálnom. Nyugdíjas lettem, és hát a munka mellett is mindig foglalkoztam a zenével. 17 éves koromtól kezdtem ezt az egészet, vagy 15 talán így, basszusgitárral, és hát basszusgitár volt az igazi hangszerem szinte mai napig, és hát ez a billentyű, ez olyan apropóból jött, az volt igazából az iklet egy ilyen 10 évvel ezelőtt nagyjából a Balatonon a Gemini együttes, ami nem tudom, hogy mennyire ismerős ez. A Gemini együttes minden nap zenélt. A régi Gemini számokon kívül ők a retro slágereket játszották, és nagyon nagy sikerrel. Minden korosztály szereti ezt a fajta zenét. Én is szeretem. Nem vagyok már nagyon fiatal, mint az előbb itt mondtam, de azok a zenék, amiket én játszom, azok a zenészek, azok a igazi legendák, ők sem fiatalok. Sőt, sajnos vannak olyanok, akik már
nincsenek is közöttünk, de igazi nagy neveket most lehetne itt sorolni. Tehát ők sem fiatalok, akiknek a zenéjét én szeretem és játszom, és most már itt van a lehetőség, most már a pandémia sincs, tehát lehet jó bulikat csinálni. A munka mellett zenélés az abból állt, hogy mondjuk heti egy-két próba, és hétvégén valahol kellett játszani. És olyan-olyan nagyon sok gyakorlásra nem volt idő, tehát a próba volt a gyakorlás, mert azért munka mellett nem könnyű ezt így csinálni. Egy teljes embert is igényelhet ez az egész. Igazából, amikor fiatal voltam, volt egy zenekarunk, hát az első csapat az a Signal nevű csapat volt, utána volt egy Dodgen nevű formáció, és hát ott voltak a zenekarból barátaim, akik elköltöztek Pestre, és ők kifejezetten amiatt, hogy csak a zenével foglalkozzanak, és hát ők azzal is foglalkoznak, és elég ismertek nemzetközi vonalon is. Én itt maradtam a városban, és valahogy nem mertem meglépni ezt, hogy én most csak ezzel foglalkozzak. Biztosabbnak találtam azt, hogy van egy munkahelyem, és akkor én ott csinálom a dolgaimat. De a zeneszeretet az bennem volt mindig. És hát, ahogy itt említettem az előbb, a basszusgitár az, ami úgy igazán a hangszerem. Csak az, amit én szeretnék, az egy basszusgitárral nem nagyon lehet így megvalósítani. Elég nehéz egyébként ezeket a dalokat előadni. Nyilván egy komplett zenekart egy szál billentyűzettel nem lehet pótolni, még olyannak se, aki ilyen profi billentyűs. De nem is itt ez a lényeg számomra, hanem az, hogy ezt a feelinget én át tudjam adni, ami ezeket az előadók a dalait. Elsősorban az énekre összpontosítok, hogy az lehetőleg azért ez nagyon jó legyen. Elmondása szerint mindig is inspirálóan hatottak rá helyi együttesek, akik a dunaújvárosi fellépések mellett számtalan alkalommal koncerteztek népszerű üdülőhelyeken is. Zeneileg olyan neves előadók voltak rá hatással, mint például a Republik együttes, vagy éppen Szikora Róbert. Ezért is az egyik nagy szívfájdalma, hogy ma már leginkább a mulatatás a zenei események célja, ahol háttérbe szorulnak a retrós slágerek, és helyüket új előadók művei veszik át. Itt a városban van néhány olyan zenekar, akikkel már együtt énekeltem is együtt, sőt, zenéltem is együtt a Digitál, akik itt régebben a Béke étteremben jó kis bulikat tartottak. Ott az a Béke étterem az megszűnt, most vannak más helyek, meg hát van egy olyan formáció, amit most ők csinálnak, a Gypsy Kings Experience. Ebben is benne voltam, de most már nem, mert ennyi mindent nem nagyon lehet összehangolni. Én ezt szeretem jobban, hát a retro slágereket egyedül. És hát főleg, ahogy az előbb említettem, hogy az ének az, amit nagyon szeretek énekelni. A Gemini együttessel is szoktam, tehát évek óta akár a Balatonon, a Balatonfüreden zenélnek, ott mindig, ha elmegyünk, akkor mindig egy ilyen néhány dalt éneklek, vagy pedig Pesten az Erzsébet-ligeti színházban. Van itt lehetőség a városban, de úgy látom, hogy több olyan lehetőség van, ahol a mulattatás az a cél. Tehát a mulatos műfaj. Én annyira nem kedvelem, nagyon sokan szeretik, és jó is az, csak nekem nem az én világom ez.
Szeretem nagyon a funky zenét is, jobban szeretem talán, mint ezeket a nagy közönséget jobban érdeklő retrós lágereket, tehát a funkit jobban szeretem, de kifejezetten csak funkit, az nem nagyon lehet, ugye megint csak azzal ér, mit kezd az ember. Az előbb említett tendenciák apropóján határoztál, hogy belevág a retrós lágerekkel operáló zenei rendezvények lebonyolításába. Erre a Munkásművelődési Központban kapott lehetőséget, ahol rendre sokan látogatnak el a retrós lágerek Liszkai Öcsivel névre keresztelt rendezvényekre. Fiatalok is vannak ezeken a rendezvényeken, a Balatonon is, Balatonszárszon voltam, ott is voltak fiatalok is, idősebbek is. Ez igazából nem korosztályhoz kötött ez a műfaj. Itt még visszatérve a városra, van egy nagyon jó zenekar, a Fun Company, és ők is nagyon jó csapat, de ők annyifelé mennek megint csak itt a városban, nem tudom, hogy pontosan mikor, hol lépnek fel, de ők nagyon jók, én szeretem a zenéjüket is. Az én lehetőségem az mondjuk itt az MMK-ban, itt van egy ilyen kis klub is, ami működik, ott is tudok zenélni. Ott inkább idősebbek vannak, de játszom olyan zenéket is, ami kicsit a fiatalabb korosztálynak szól, mert hát egyébként is ez a kifejezés, hogy retro, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagyon-nagyon régi, hanem csak hogy valamilyen módbeli, és az lehet akár 5-10 évvel ezelőtti dal is, ami egy retro. Van egy ilyen nevű rádió csatorna is, retro, az is nagyon közkedvelt, és ott sem nagyon számít a korosztály, szinte mindenki hallgatja a rádiót az autóban, otthon, a munkahelyen, és szeretik ezeket a dalokat, és ezek fenn is maradnak sokáig, úgy látom. A pandémia előtt már volt ugyan, tehát volt egy pár fellépés, zenélés, ahol nagyon jó kis bulit sikerült összehozni, úgy látom. És hát most szeretném ezt így jobban majd beindítani. Jön a nyár, akkor úgy néz ki, hogy a Balatonon is lesz lehetőségem. Van egy-két hely, ahol tárgyalásban van. Hát reméljük, hogy jól összejön. De az MMK nyitva lesz nyáron is, tudomásom szerint, és hát szeretnék majd itt az MMK-ban ilyen kis bulikat, legalább havonta egyet vagy kettőt összehozni. Az interjú végén Liszkai Lukács azt mondta, ma már lehetősége van arra, hogy teljesen annak szentelje az életét, amit gyermekkora óta csinálni szeretne. Így egészen addig zenél majd, ameddig csak bírja, és amíg az embereknek igénye lesz a retro zenéket felvonultató rendezvényekre. A Munkásművelődési Központ tematikus nyári táborainak harmadik hetén a Nyári Bújócska című bábelőadással lépett fel a Lara Mesék Társulat. A program hatalmas sikert aratott a gyerekek körében. A szokott módon felhőtlen jókedv és kiváló hangulat jellemezte a Lara Mesék Társulat fellépését. Szentgyörgyvári Laura ismét szép számú fiatal közönség előtt lépett fel a Munkásművelődési Központban, ahol nagy népszerűség övezi a társulat csütörtökönkénti fellépéseit. A színpadi programot követően lehetőségünk volt beszélgetni Larával és Brunóval, aki a társulat egyik legrégebbi tagja. Bruno a társulatnak a legelső tagja. Hamarabb volt ő, mint én, ugyanis a saját kis kutyám alapján készült el. Kicsit szégyellős, és rockstárnak képzeli magát, de nagyon szeret idejönni az MMK-ba. Igazán van? Most elment a hangja, azért próbál itt bohóckodni. A mai program az kicsit rendhagyó volt, mert másodjára játszottuk ezt itt Dunaújvárosban, de próbálunk mindig
újat mutatni, ha ugyanolyan mesét is hozunk. A gyereksereg nagyon élvezte, jó magam is, mindig tudtunk belecsempészni valami plusz poént. Nagyon, nagyon jó érzés, hogy már a meglevő dalokat és a visszatérő dalokat már éneklik velünk a gyerekek. És nem akarok zsákból macskát elárulni, de egyszerűen tényleg egy olyan érzés itt lenni, hogy hazaérkezem, és bármit tudok idehozni, az megállja a helyét, mert olyan közönségnek tudjuk játszani, aki mindenre fogékony. És ez a gyerekeknél különösen nagy erővel bír, mert a mai számítógépes, internetes világban ez nagyon nehéz, hogy valami élőzenés produktummal le tudjuk őket kötni, de most ez ma is sikerült. Az előadó művész azt mondta, mind a zenei programok, mind pedig a báb előadások fontos eleme, hogy érdekes elfoglaltságot nyújtson a gyerekeknek. Utóbbi egyik legfontosabb része az asszociáció, amely segítségével könnyen befogadhatóvá válik az ifjúság számára, ami éppen a színpadon történik. Egy szót említenék meg, ez az asszociáció. Jó, magam pedagógusként is dolgozom, és a gyerekeknek úgy szoktam tanítani a népdalokat, hogy eléneklem az adott dalt, és amire asszociálnak, azt lerajzoljuk. Nem feltétlen leírjuk betűvel, mert hamarabb fog megragadni a képi világ, mint maga az írott szöveg, és az asszociáció az egy olyan játékos mód tud lenni, hogy egyszerűen kötik egymás után a sorozatot, és nagyon gyorsan tudják magát a memória sorozatot memorizálni. Ezt próbáljuk a meseíráskor én folyamatosan tesztelem gyerekekkel, felnőttekkel, hogy ha erre gondolok, akkor ez hogyan tudnak erre asszociálni, hogyan fog leképeződni a színpadon, vagy hogy tudnak rá reagálni, mint a felnőttek, mint a gyerekek. És szerintem nagyon, nagyon jól tudjuk ezt így kialakítani, hogy meglegyen ez az egyensúly gyerekek és felnőttek között is, hogy mind a két generáció, vagy akár 3-4 generáció is élvezhesse magát az előadást. A képi világban, ha még így hozzá lehet csatolni, a YouTube-on van egy YouTube csatornánk, ahol viszont csak úgy mesélünk, hogy a logónk látszódik, és csak a hangunkkal játszunk, hogy azt hallgatni lehessen, és a képzelet pedig dolgozzon a saját tempójában. Szóval, hogy maga az előadások képi világa is, és valósága meg tud jelenni az előadásokon élőzenével, az szerintem egyfajta élmény biztosít. Maga a meseolvasás, ami az interneten zajlik, az pedig szintén egy újabb élmény, de ott csak a képzeletre bízzuk magunkat. A tematikus tábor harmadik hete is a megszokott sikert hozta a gyerekek körében. Jasó Veronika visszatérő vendég az MMK-ban. Én már tavaly óta járok ide, de nekem az összes tábor tetszett, és nem tudok dönteni, hogy melyik kézműveskedés tetszett, mert Halloween-kor is nekem még megvan a cserepes virág, cseréből készült boszorkányom is. Tehát, hogy nekem még a tavaly bilétáim is megvannak. Én nagyon szeretem ezeket a táborokat, én még nem jártam ennél jobb táborba. Nagyon várom már az összeset, és már csak az akár, hogy egy hetet se leszek otthon. Csak délutánként vagyok otthon. De nem baj, mert élvezem. Tehát ez a nyári szünetem kicsit pörgös, de nem baj. Meg szeretem, amikor befonják a hajamat, és néptáncolni is nagyon szeretek. A fiatal táborozó a kézműves foglalkozások mellett a Lara Mesék Társulat előadását is nagyon élvezte. Az itt elhangzott dalok javarészét előadás közben tanulták meg, ám akadt olyan is, amelyel már az iskolában is találkozott. Nagyon jó volt a Lara Mesék, és nem tudok dönteni, hogy melyik foglalkozást tetszett eddig a legjobban, talán a kézműveskedés. A Lara Mesék, ugye itt volt éneklés is, báb előadás. Milyen dalokat hallottál, és mennyire ismerted ezeknek a szövegét? Énekelted a többiekkel együtt? Próbáltam énekelni, de a legtöbbet azt útközben tanultam meg, mert a legelsőt ismertem egyedül, mert a suliban is tanultuk. A Munkásművelődési Központ munkatársai által hirdetett tábor a Detektívek hetével folytatódik. A nyomozós, rejtélyekkel teli programokat követően sokak által várt Cicák és Kutyusok hetével zárul majd a kezdeményezés. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!
készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.